A bukovinai székelyek aldunai telepítésének 140. évfordulója van. Ennek apropóján megpróbálom összegezni azt a folyamatot, ami az aldunai telepítéshez vezetett. Mindenképpen Madéfalvánál kell kezdenünk, Madéfalvi veszedelemnél, tehát a bukovinai székelyek születésnapja ez a nap, 1764. január 6-áról 7-ére virradó éjszaka. Ez a Madéfalvi véres vízkereszt, ahogy annak idején nagyon szépen az emlékműnél összefoglalták, a Siculicidium. Maga a latin szó székelyölést jelent, és hogyha összeadjuk a római számokat, kijön az 1764. Tehát ez egy olyan évszám. Itt van ugye az emlékmű, itt az év, gyakorlatilag ez a születésnapja a népcsoportnak. Na most ez az időszak, tehát a megtelepedés, ez úgy történt, hogy először Moldvába menekültek. Moldvába töltöttek körülbelül 10 esztendőt, és 10 esztendő után Hadik András, Erdély főhadparancsnoka és gubernátora, a bukovinai birtokára gyűjtötte össze a Moldvába menekült magyarokat, és így születnek ugye a falvak. 5 falu maradt meg tartósan. Az első 2 1776-77 Isten segítsés, fogadj Isten, azután Hadikfalva, a későbbi legnagyobb falu, majd Józseffalva, és legvégül pedig Andrásfalva maradt meg. Más nevű falvak is voltak, csak ez az 5, ami tartósan megmaradt. Na most, ők itt a koronához, tehát a Osztrák Császárság területére kerültek, és ez egy sok nemzetiségű vidék volt, ahol ők voltak a magyarok. Tehát bukovinai magyaroknak nevezték őket, Bukovina földjén kialakították ugye az életüket. Itt egy házbelsőt és egy párt látunk, ezek ugyan kicsit későbbiek, de nagyon fontos ez a grafikon, amely mutatja, hogy a bukovinai lakosság száma megsokszorozódott. 1790-es év van itt, és látjuk, az 1890-ben meg 5-szöröződött a bukovinai székelység, tehát rendkívül szapora népesség volt. Gyakorlatilag ők jó részt az erdélyi szabad székelyekhez tartoztak, és itt viszont jobbásorba kerültek, sanyarú sorsuk volt ilyen szempontból. Itt a birtokosokkal sokat hadakoztak, végül is a 19. század közepén megtörtént ugye a jobbágy felszabadítás, a birodalom szerte, és akkor szabadultak meg ugye a robottól is. Ezután a viszonyok eléggé mostohák maradtak, nem volt iskola, nem volt megfelelő templom, és munkalehetőség sem, ezért moldovázni kezdtek, tehát Moldovába jártak dolgozni, hogy fel tudják tartani. Ugyanis az ő birtokaik, tehát a faluhatár sokkal kisebb volt, és a túlszaporodás eredményeképpen kénytelenek voltak a kirajzáshoz folyamodni. Ez először időszaki volt, és utána pedig már bejárták még Havasalföldet is, ugye munkát keresve, Moldvát, Havasalföldet, Besszarábiát bejárták. A fordulat akkor következik be, amikor egy 48-as hős, Druzsbácki György kerül Isten segítsre, és ő az, aki felismeri ezt a problémát, hogy itt iskolára van szükség, papokra, saját kebelükből származó papokra, tanítókra van szükség, és ezért Magyarországra megy, és a Szent István társulat először, majd később az ő hatással megalakuló Szent László társulat felkarolja a határon kívül élő magyarok ügyét. Könyveket küldenek, és gyakorlatilag a reformkorban már fölmerült ugye, hogy a véreinket hozzuk haza, keleti Kárpátokon kívül lévő véreinket. Ez most újra napirendre kerül, és ebben az ő általa Magyarországra hozott egy személynek, egy Isten segítsi születésű személynek, László Mihálynak van igen nagy szerepe. Tehetséges ifjúként Esztergomban végzi
a középiskoláit, és ott már kiderül, hogy nagyon tehetséges, jó íráskészsége van. 4 pályadíjat nyer, ugye az iskolai füzetekben ez meg is jelenik, és akkor azt mondják, hogy ne tanító legyen, ne pap legyen, hanem végezzen jogot. Mert az ugye a politikai szereplésnek, a közéleti szereplésnek ugye az útja, ő a legtehetségesebb, és innen indul el ő a Budapesti Egyetemre kerül, és jogot kezd végezni, sőt, egy évet Bécsben is tölt, ami nagyon jó alkalom világlátásra, nyelvtanulásra. Tehetsége kibontakozik, már egyetemi évei alatt megszületik 1869-ben az első írása a bukovinai székelyekről. És ez az első nyomtatott abban az időben, amit kiadnak, összegzi a bukovinai székelyeknek ugye a jelenlegi helyzetét. László Mihály egyetemi évei alatt újságíró és író. Mikszáttal együtt indul, tehát nem, és nem akárki lesz a jó barátja, még Jókai, de Ötvöst is megkeresi, mert küldetéstudata van. A küldetése az, hogy hozza haza a népét Magyarországra, Bukovinából. És ez a küldetéstudat vezérli őt egészen a beteljesülésig 1882-ig. 1882-ben alakul úgy a nemzetközi helyzet is, mert ez már 77-ben érlelődik, sőt 74-ben, amikor a Honban megjelenik az első komoly írása a bukovinai székelyekről, akkor a kormány kiküldi őt Bukovinába, hogy tájékozódjon. Egy memorandumot fogalmaz meg, és a kormány ezután már látja azt, hogy itt egy olyan népcsoport van, látjuk azt, hogy hát akkor még nem 10 000 ember, de olyan 7-8 ezer fő lakott ugye az 5 faluban, akik megtartották a székely szokásaikat, magyarságukat, nyelvüket, annak ellenére, hogy az iskoláztatásban és a vallási élet gyakorlásában a feltételek nem voltak túl kedvezőek. Na most a memorandum után a boszniai okupáció, tehát egy háborús helyzet volt az, az orosz és török háború kirobbant, ami elodázta. 82-ben érik meg a helyzet, 82-ben a Fogadj Istenek, Isten segítsiek a magyar kormányhoz is folyamodnak, és 82-ben jelenik meg a Keleti testvéreink, a korábbi cikk sorozata egy kötetben. Ez a kötet tehát azt mondhatjuk, hogy azóta még 2 kiadást megért, 2012-ben volt talán az utolsó, és máig alapvető forrás a bukovinai székelyek és a moldvai csángok számára. Na most a 82-es bizottság az parlamenti képviselőkből állt, és László Mihályból. Ez volt a keleti határainkon kívül élő magyarok hazahozatalára szerveződött bizottság, és mivel a moldvai csángók voltak a legtöbben, ezért lett Csángó Bizottság. És ez úgy rajta is maradt, olyannyira, hogy Csángó Magyar Egyesületként születik újjá 1883-84-ben ez a szervezet. Akkor is jó részt a országgyűlési képviselők voltak, és László Mihály lett ugye a főtitkára ennek az egyesületnek. Az egyesületnek és a bizottságnak a feladata az volt, hogy megteremtsék a költségeket a bukovinai székelyek hazahozatalára. A Csángó Bizottság részéről Odeszkalki Artúr és nagymesemondóvá vált későbbi Benedek Elek és Szádeszky Karlos Lajos történész megy ki a bukovinai falvakba. Ők már készülődnek, eladnak ugye mindent, igyekeznek. Hát sajnos csak egy ilyen elkótyavetyélés lesz belőle. Időközben a vonzások és taszítások érvényesülnek, mert az aldunai helyszín válik valóssá, ugyanis az ármentesítések során ez a szakasza a Dunának, ami napirendre kerül. És az ármentesítések kapcsán kincstári birtokok
maradnak, kielégítik a gyérlakosságú bánát földigénylőit, de maradt föld, és erre a földre telepítik ugye a bukovinai székelyeket. 1883. április 1-én indul el az első vonat Magyarországra, és ezt követően a aldonai telepítés kormánybiztosa által számított 200, majd 300 család helyett több mint 1000 család jön el. Az elszegényedés, a túlnépesedés, a földhiány, tehát egy taszító hatás érvényesül, viszont egy probléma van, hogy a 200-300 család helyett háromszor annyi jön. Tehát erre nincsen felkészülve sem a kormány, biztos sem a kormány, és ez hát nagy problémákat okoz. Végül is a telepítés eredményeképpen így létrejönnek az aldonai székely telepek, amely telepek hát eléggé viszontagságos körülményeket élnek meg ezután. Lesz a 80-as évek második felében egy nagy árvíz, a három közül kettőt kiönt, a harmadik, mivel magasabban volt, ez megmarad, de viszont nehéz körülmények közé kerülnek. A székely emberek, akik földműveléssel foglalkoztak ugye a bukovinai térszínen, ők hát nem kubikosok. Tehát ahhoz a földmunkához, amit igényelne ugye az ármentesítés, hát ők nincsenek felkészülve. Tehát nagyon keserves itt az élet, mocsaras, vizenyős terület. Bukovinában ugyan folyóparton éltek, ugye Szucsáva mellett, de azt mondhatjuk, hogy a Kárpátok bércei látszottak, tehát ott a levegő sokkal tisztább és egészségesebb volt. Itt mi az más, mocsaras, vizes, vizenyős terület volt, ennek a szikkasztása a feladat. Ilyen hát földbe vájt kunyhókban éltek, amelyek nedvesek voltak, kórházat kellett létesíteni, mert sokan megbetegedtek, családostól jöttek. Tehát a Nagy György, a kormánybiztos abban reménykedett, hogy munkára kész férfi emberek jönnek, ugye, akik majd a mentesítést végzik, de családostól jöttek, tehát a taszító hatás nagyobb volt.